Nagyon szeretettel köszöntök én is mindenkit, megtisztelnek, hogy meghívtak. De úgy látom, hogy kicsit előre szaladtunk a dologba, mert itt kettő is elég még. Ez hamar lehet helyrehozni. Az advent nagy profétája, ugye az Ószövetség utolsó profétája, keresztelő Szent János. Igen, tudjuk jól, hogy ő azt mondotta a mai evangélium, aki volt Szentmisén, az hallotta is, hogy egyengessétek az Úr útjait. Tehát nem azt mondja, hogy üdögéljetek jó nyugodtan, üveges szemmel nézzetek előre, majd aztán mennyi, hogyha mindent elintéz helyettetek, hanem nem, ti nektek is feladatotok van, induljatok, tegyétek, aktivitást vár el tőlünk az Isten. Tevékenység. Most persze, merre induljunk el? Na mostan, mihez kezdjünk? Hát ilyenkor jó jön azért egy példakép, ugye a Krisztust váró keresztény ember számára ugye a legszebb példakép, hát az boldogságos szűzanya, ő találta fel mondjuk ugye az adventet, a Krisztus várást. Hogy mondjam, egyedül élte meg ezt az első adventet, várta a kisbabát. És hogy várta? Hát nem passzívan, hallott ugye, hogy idős rokonod Erzsébet gyermeket vár, és Mária útra kelt, elment, hogy szolgálja az életet, hogy szolgálja a gyermeket, a jövőt, a holnapot. Tehát nem azt mondta az angyalnak, hogy jaj, kis angyal, puszíltatom Erzsébetet, mondd meg, hogy én is gyereket várok, azt sem tudom, hol az eszem, pelenka, kelengye, meg Józsefnek, hogy mondom ezt az egészet el, szóval nem meg sem erre, kapott majd Erzsébet valakit magának, nem? Tehát nem kibújik a feladat alól, hanem ő maga útra kell, és tudjuk, hogy ez 150 kilométer, tehát nem egy kis séta, és nem is két napra megy oda, hanem több hónapra is. Most főz, takarított, fontoskodik ottan, hogy mondjam, jelen van. Tehát a mennek királynő asszonyi gyűlő nem esik le attól az ujjától, hogy kimossa a pelenkát keresztelő Szent János után, nem? A szolgáló szeretet útjára szeretne, azt hiszem, tehát hogy várjuk mi a mi Urunk Jézus Krisztust? Hát ha Máriás lelkülettel várjuk, akkor aktívan elindulunk, hogy mi is szolgáljuk az életet. Persze a gonosz lélek szeretne minket is leállítani, hogy nem érdemes, nem lehet, gompász, ha leszakad, lesz más. Meg, szóval el akar bizonytalanítani, hogy úgy se tudod megcsinálni, meg nem is érdemes, meg nem is engedik, meg hogy néz ki az egész, meg ilyesmi. Én igazából innen ide Nagyszalontáról jöttem, és egy szép ünnepség volt, 15 éve alapult meg ott a Béke királynő asszonya gyermekvédelmi központ. Hát szeretném elmondani, hogy igazából hogy jött létre ez a gyermekvédelmi központ. Hát nagyon-nagyon izgalmas volt, érdekes. Hát 15 évvel, több mint 15 évvel ezelőtt felhívott a nagyszalontai polgármester, hogy Csaba testvér, itt van egy üres kaszárnya, neked adom, gyere el, kötözzetek be a gyerekekkel. Hát mondta, én voltam román katona, az nekem elég volt egy életre, aki akarja, kötözzön a kaszárnyába, én biztos nem. Na de ó, na ne csinál, tehát mostan, hogy mondjam, addig mondta, hogy végül csak elmentünk megnézni. Most képzeljenek egy 2 hektáros nagy területet, tehát, hogy mondjam, 5 épület van rajta, olyan 300 négyzetméter egy, tehát elég nagy épületek. Ez valamikor 20 szár laktanya volt, 18 előtt. Tehát voltak benne magyar katonák, aztán jöttek román katonák, aztán 40-44 között megint magyar katonák, aztán megint román katonák, aztán jött a NATO, és hogy mondjam, ott a határon szépen bezárták a kaszárnyát, kulcsot odaadták a polgármesternek, ő tette ide, tette oda, de hogy mondjam, az idő nem állt meg ugye Erdélybe is, de gondolom lehet, itt is vannak ilyen jó szándékú emberek, hogy az a fém korlát, meg ez az, hogy ne rozsdásodjon, hát ők összeszedik inkább, és elviszik a mélytelepre, leadják, hogy na, hogy a cserepet mi vitték el, azt én nem tudom, az nem rozsdásodik, de minden esetre jó szándék vezette, gondolom ők, de elég eredményesek voltak. Szóval a polgármester látta, hogy hát, na ezek az épületek lassan összedőlnek. Na és akkor, amikor elmentünk, hát ugye most önmagába véve ez egy monarchia beli, jól megépített, szép épületek voltak. Néztem az épületeket, hát persze
nyakigérő, vagy még annál is nagyobb ilyen dzsumbúj volt körülötte, benne, az egész udvaron, alig lehetett menni, ottan a katonatiszttel, polgármesterrel, néhány kollégával, gyerekekkel ott mentünk, és az egyik fiúcska meglátott egy sarokba egy ilyen, hát ugye vannak ezek a tűzoltó pontok, ásó, lapát, nagy harang, meg mit kell hozza, és alatta van egy láda homokkal. Hát a fémből volt, azt ugye eltakarították, a fa megadta magát, de a homok az ott maradt. A gyerek megnézte, beletúlt, és azt mondja, papbácsi, milyen jó, már van homokozunk. Na hát, hogy mondja, egy gyerekvédelmi központ, az mi is kell, hát, mint a, ugye kaptunk egy patkószeget, hogy már csak lókes, szekérkes, hámkes, már mehetünk is, ugye. Hát én nem mondtam semmit a gyereknek, de hogy néztem, és úgy egyszer úgy, mintha belülről jött volna az a, Izaiásnak van az egy nagyon-nagyon szép mondata, azt mondja, hogy eljön az az idő, mikor a kardokból ekevasat kovácsolnak, lándzsából oltókést, és nem fog ember emberre támadni erre a földre. És éreztem itt ebbe a kaszárnyába 100 éve arra tanították a fiatalokat, hogy tudnak bántani valakit, mást. És úgy éreztem, milyen szép lenne a háború fészkéből, hát csinálnánk szeretet otthont. Hát én ezt le is írtam, valaki le is fordított angolra, ugye világháron elment, aztán felhívott valaki Amerikából, egy olasz származás ember, japán feleséggel, hogy hát ez nagyon szép gondolat, hát mi nem csináljuk meg? Hát mondtam, na miért is ne csinálnánk meg? Hát én, hogy mondjam, és gyűjtöttek pénzt, adtak az első épületet, rendbe raktuk, következő évben másodikot, harmadikot, és teltek az évek, és hát ezelőtt vagy 10 évvel eljött a bukaresti szenátus, ugye nekünk nem csak alsó házunk van, vagy nem csak egy házunk van, kettő telik nekünk, ugye van szenátusunk is, és akkor egy szenátor úr, aki ezzel foglalkozott a leírt kaszárnyákkal, eljött ott a kíséretével, minden, megnézték, tetszett neki, hümmögtek, minden, és azt mondják, ezt az utolsót mi nem szedtük rendbe. Hát mondtam, hogy nem volt pénzünk. Hát azt mondja, mi nem kérünk. Na mondom, hogy ez magamtól nem jutott eszembe, hogy hát tényleg, hát miért nem is kérek én Bukarestől, hogy na hát most nem újon rajtam, hát én írtam hamar egy szép levelet, kértünk, megkaptuk, nem tudom miféle. El is készült, következő ősszel át is adtuk, ők adták át, mi átvettük, még csokor virágot is kaptam, képzeljék el. Ott álltam, a gyerekek játszottak agykirály katonát, és ha valaki nekem azt mondta volna, hogy Csaba testvér, indulj el, merjél, bízzál, mert meg lehet ezt csinálni, nem hittem volna el, hogy én egy román kaszárnyát csak úgy átveszek, úgy fegyver nélkül, meg minden nélkül, telerakom azt magyar gyerekekkel, és még Bukarestből még pénzt is kapok, hogy szépen felújítsuk, hogy agykirály katonát játszodjunk, nem? Merdünk kell elindulni a szeretet útján, merdünk kell, igen, bízni az Istenbe, hogy a Mária elindult Erzsébethez, mi is a magunk útján merjünk elindulni. Most ezen az ünnepségen, ugye 15 évet ünnepeltük, hát a gyerekek szerepeltek. Több olyan gyereket, direkt olyanokat válogattunk ki, akik 10-15 éve ott vannak nálunk, és betanulták Szent László életét, ugye Szent László éve van. Nagyon szép, nagyon-nagyon ügyes, hát nem azért mondom, hogy reklámozzam, de ha meghívják, biztos eljönnek ide is. Tehát, hogy mondjam, előadták a Szent László darabot, akkor feljött végül a 97 gyerek van abba a Béke királynőjéről elnevezett gyermekvédelmi otthonba, és hát együtt énekeltünk, minden felállva tapsoltak az emberek. Igen, öröm és hála volt az Istennek iránt a szívembe, mert bátorított. Egy polgármester úr által bátorított, máshonnan jött emberek által, bátorított egy román szenátor által. Magamtól nem mertem volna elindulni, de az ők hitük, bizalmuk, erejük, az összefogás, együtt, közösen tudtunk valami szépet csinálni. És én erre bíztatok mindenkit, hogy ott ugye, hogy Máriának az angyal szól, idős rokonod, nincs benne explicite, hogy el kell menni segíteni, de mégis meghallja.
Ugyanúgy gondolom, hogy szól hozzád is, mindannyiunkhoz szól az Isten. Szentlélek által szól, az angyalai által szól, üzen, merj elindulni, merj nekiállni, merj vállalkozni, merj az élet mellett dönteni, merj a gyermekek felé fordulni. Igen. Mária egy gyermek kedvé kelt útra, egy gyermek kedvé maradt ott, szolgált, segített, szeretett. És az nagyon-nagyon fontosnak látom. Én azt gondolom, hogy még egy gondolat, ugye, hogy ebbe az első részbe a belefér, ugye, nemrég voltam Egyiptomban. Most teljesen őszintén, Kairó, hát az 50-es években 3 milliós nagyváros volt. Most 25-ről beszélek, 25 millió ember. Hihetetlen mennyien vannak. Rengetegen. Tehát ott sajdult úgy belém, hogy mennyire hiányzik a Kárpát-medencéből az az 5, 8, 10, ki mennyit mond, elabortált gyermek. Igen. Ők az élet mellett döntöttek. És azt gondolom, aki az élet mellett dönt, Isten amellett fog dönteni. Fontos, hogy vállaljuk az életet, vállaljuk a gyermekeket. És mondhat akárki akármit a gyerekekről. Én azt tudom, hogy Isten selejtet nem teremt. 25 év alatt, hát ugye most jelenleg 2134 gyerek van bent, de összesen több mint 6000-et fogadtunk be. 3800 körüli gyerek kirepült. Volt, aki 5 évig volt be, volt, aki 15 évig volt be. Legtöbben családot alapítottak, gyermeket vállaltak, közel 1000 unokám van, úgyhogy ezt csinálják utána. Hosszan néztük a névsorokat a múltkor, képeket, mindent. És kollégáimtól, nem én, hogy én olyan jó szívű vagyok, de kollégáimtól kérdeztek, hogy hogy mutassatok egy valakit, akire azt mondjuk, na ezt jó hülyék voltunk, hogy befogadtuk. Nem kaptunk. Tehát igazából úgy éreztük, hogy mindegyiket megérte befogadni. Mert úgy látom, hogy Isten selejtet nem teremt. Minden gyerek az Isten drága ajándéka. És az lehet bárhol. Ugye mondtam, Egyiptomba vittünk egy Csíksomjai Szűzanya szobrot, ugye ott a kopt keresztényeknek, a mohamedán, muszlim testvérekkel van néhány ügyes, bajos dolguk, és hát ugye annak idején nekünk székelyeknek is 1661-ben Székelyföldet feltúrták és felgyújtották ugye a törökök. Hát, na, hogy mondjam, Szűzanyának, ugye már 500 éves a Csíksomjai Szűzanya szobra, neki is meggyűlt a baja ezekkel a muszlim fiúkkal, el akarták vinni állítólag, de olyan nehéz volt, hogy nem bírták a szobrot. Aztán mai napig is Szűzanya egy ilyen vágást visel az arcán, amit állítólag egy ilyen, hát, testvéregyházunk katonájától kapott. Tehát van neki valami tapasztalat, és gondoltam, én csináltatok egy másolatot, és elviszem Egyiptomba, hogy hát ajándékba, hát rájuk is vigyáz jobban, mint ugye nálunk összejött Székelyföldön, tényleg a Szűzanya nagyon szépen összegyűjtött bennünket. Na hát, el is mentem, hogy rendeljek egy ilyen szobrot, azt mondja a művész, hogy 650 euró. Hát mondom, na, alkuttam egy darabig, de aztán megszégyeltem magamot, mert ugye mégiscsak na, a Szűzanyára alkunni azért, hogy mondjam, elég kínos dolog volt, mert voltam széken papot, úgy volt a szokás, hogy ha valahol elvitték a mennyasszonyt más utcába, akkor elkötötték az útat, és ahány kiló, annyi liter pálinka. Tehát, hogy mondjam, na, hát ott is a vőlegény egy darabig illett, hogy alkudjon, de túlzásba vitte, akkor mindig abból veszekedés volt, hogy mert nem lehetett. Úgy gondoltam én is, hogy Szűzanyára nem alkuszok. Na, 400 euróba végül megegyeztünk. Mondtam a gyerekeknek, dévánodtam, vagy a többi házba is, hogy rajzoljatok. Rajzoljatok le Szűzanyát, karácsony, házat, amit akartok, valami csak szép legyen, és aztán én megpróbálom eladni. És tényleg a Szent István napjára meghívott ugye a Erdő Péter bíboros úr, de Budapestre, és elmondtam én többek közt ezt is, hogy vegyenek rajzot, és veszünk belőle mi Máriát, ugye? A keresztény ember azért kicsit bizniszeskedik is. Na mindegy, meg is lett, el is vittem. Kérdeztem az ottani, úgy mondják, az ottani pátriárkának, hogy pápa, hát kegyelmes úr, hát
Kéne egy árvaház, amelyiknek odaadhatnám. Gondoltam, az árva gyerekeknek van idejük imádkozni, hát akkor oda helyeznénk el a szűzanya szobrot, és persze mutatott is egy intézetet, el is mentünk, vagy 100 kislány volt, nagyon aranyosak, nagyon fegyelmezettek, hát mi bementünk, ugye főpapokkal, minden szegények meg sem mertek mukkanni, akkor intettek, énekeltek, aztán leültek, meg minden, és hát éreztem, hogy azért mégiscsak ez olyan nagyon protokollális. Hát megkínáltak egy süteménnyel, az oda ment a legkisebb kislány, azt mondtam, tessék. Rám sem mert nézni, nem akart elfogadni. Aztán az ujjamat belemártottam a süteménybe, húztam egy csíkot az orrára, elvigyorogta magát, a kicsit megcsiklandoztam, elkezdett kacagni, hát már mindjárt nyakamba volt. Feldobtam háromszor, nézze, hát látom az egyik kislány ott van, és az engem is. Hát gondolom azt mondta, mert arabul mondta, úgyhogy nem értettem, de olyan jót játszottunk a gyerekekkel, olyan jó volt együtt lenni. Úgyhogy nekem mondhat akárki akármit, én azt gondolom, hogy minden gyereket a jó Isten teremtett ajándéknak szánt, és nekünk, ha Istennel akarunk találkozni, akkor egyik útja, hát a gyerekekhez való lehajlás az. Úgyhogy Mária példájára, hogyha adventet akarunk igazán élni, akkor mi is induljunk el. Egész biztos az önök falujába, városába, szomszédjába, valahol van egy rokongyermek, van valaki, talán a családon belül is, vagy azon kívül is, merjük meglátogatni, merjük köszönteni őket. És ne felejtsük azt, hogy Szent József nem vér szerinti apja volt a kis Jézusnak. Tehát, hogy nem test és a vér kívánságából vállalta Jézust, hanem azt írja a Szentírás, hogy mert mennyei atya szólt, hogy ne félj befogadni ezt a gyermeket, hisz a Szentlélektől van. És József Isten akaratából lett a kis Jézus nevelőapja. És odaállt, és vállalta, és csinálta. És azt gondolom, hogy mi nekünk is, ilyen józsefi értelemben lehetünk a bajba lévő gyermekek apja. Adna az Isten, hogy tényleg az élet mellett döntsünk. És hát ugye ezzel be is fejezném ezt az első részt, azt mondták, hogy 3 labdám van, na hát ugye az első, és hogy beígyja, hogy elgondolkozzanak, akkor kis zenei aláfestés is lesz. Igen, gondolkozzanak el, hol van egy olyan gyerek, akit becserkészhetek, egy kicsit megkacagtathatok, talán elvihetek egy cukrászdába, talán megajándékozhatom valamivel. Köszönöm, hogy meghallgattak. Amen.